Sziasztok! Ez itt az Edzés Napló 8. része, én pedig Varga Dániel vagyok. Mutatkozz be, kérlek! Kis Miklós vagyok. Én a sztár, a legjobb, a király. Mai témaként arra gondoltam, hogy beszélgessünk a kardió és az aerob edzésről. Ugyebár mindenki, aki most elkezd nyárra készülni és a nyári formát most megszerezni, azoknak a legnagyobb része részének az első monumentális kérdése az az, hogy kell-e kardiózni? És meg is értem, de ehhez egy kicsit távolabbról kell elindulnunk. És szerintem a távolság az az, hogy mi a célunk. Ha fogyni akarunk, súlyt veszteni akarunk, és ez a legpontosabb kifejezés, akkor mindenképpen azt szokták mondani, hogy kell a kardió. De igazából mi kell hozzá? Igazából csak a kalória deficit kell az étrendünkben. A kalória deficitet kell alkalmazni, tehát magyarul mondva többet kell mozognunk, mint amit eszünk. Ez egy nagyon egyszerű történet, és nagyon nehéz is természetesen. De erről már beszéltem eddig is, és ezután is fogok. Viszont, hogy visszatérjünk a műsorunk apropójához, az tényleg a kardió edzésnek a letisztázása. A második kérdés az az lenne, hogy mi a különbség a kardió és az aerob edzés között. Az aerob edzés egy olyan fogalom, amit igazából el akarunk érni, és erre használjuk azt, hogy kardió edzés. A kardió edzés akkor mi? Igazából a kardioedzés egy kardiovaszkuláris edzés, ezért hívjuk kardioedzésnek, kardiovaszkuláris edzés, ami benne van, hogy a kardiovaszkuláris rész, ugyebár a szívünknek az edzése. Itt nagyon kell tudnunk azt, hogy mennyi körülbelül a maximális pulzustartományunk, maximális pulzusunk. Több dologtól függ, nemtől, kortól, edzettségi szinttől, súlyunktól, tehát az elhízástól, és a többi, és a többi. A kardiovaszkuláris edzések azok azt jelentik, hogy a maximális pulzus tartományunknak a 70-80, de inkább azt szoktam mondani, hogy 75%-a körüli tartomány. Ebben kell tartanunk az edzésünknek a legnagyobb részét, legnagyobb százalékát, és itt nem 10-20 vagy akár 50-51%-ról beszélek, hanem mindenképpen ilyen 80-90%-át. Az aerob edzést pedig az az edzés, amit igazából a kardióról szoktunk beszélgetni, adott esetben legyen az lépcsőzés, elliptikus tréner, futás, sétálás, emelkedőre, sétálás, és a többi, és a többi. Mondhatni azt, hogy egy kicsit ez egy elmaradott dolog már ez a kardió edzés, mert ugyanis, hogy az előbb mondtam, hogyha fogyni akarunk, elég egy kalóriadeficit alkalmazása és egy normális edzés alkalmazása, el fogjuk érni a célunkat. De a mikorunkban, vagy inkább mondjuk azt, hogy 30 év fölött, azért már fontos az, hogy alkalmazzunk olyan kardiovaszkuláris edzést, amely kicsit a szívünket edzi. Viszont nem lesz az a célunk, hogy a szívünket edzük folyamatosan, mert ezáltal a szívizomnak a megnagyobbodását fogjuk elérni, ami lehet, hogy most per pillanat jó, és elérjük azt, hogy sportolói szívünk lesz, tehát alacsonyabb pulzus tartományba fogunk mozogni alapjába véve, de később akár ez problémát, 60-70 éves korunkban akár ez problémát is tud jelenteni. Szóval az aerob edzés, amiről igazából beszélünk, az aerob edzés az mi? Az aerob edzésnél a szervezet első célja, és vagy pontosabban a mi célunk, az, hogy a szervezetünk energiáit az kizárólag a zsírból szedje, kizárólag a zsírból nyerje. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy nem extrém magas intenzitáson, tehát nem egy olyan kardiovaszkuláris edzést hozunk létre, aminél az oxigén szintje a vérnek megemelkedik, az oxigén, pontosabban az igénye megemelkedik, nincsen egy magas intenzitásunk, nincsen egy magas pulzusunk, és nagyon hosszú ideig tudjuk ezt csinálni. És ez inkább azért fontos, mert ahogy az előbb is mondtam, a célunk az a zsírból való energianyerés, és az zsírt akarjuk ugyebár a szervezetünkbe elveszíteni, nem pedig azt akarjuk, hogy idézőjelben legyen egy nagyon erős szívizomrendszerünk. Na már most, ezért mi lenne a legnagyobb cél? Nyilván elmész egy terembe, alacsonyabb intenzitáson lépcsőzöl, alacsonyabb intenzitáson sétálsz, biciklizel, bármi. Viszont itt nagyon fontos letisztáznunk azt, hogy nem mindenkinek ugyanaz az intenzitása. Tehát, hogyha egy elhízott embernél arról beszélünk, hogy milyen aerob edzést tudunk neki adni, egy 150-160 kilós embernél az utcán való sétálás is kardió edzés, ugyanis a súlyából, hogy az előbb is mondtam, a súlyából adódólag nagyon magas lesz a pulzus tartománya, és a nagyon magas pulzus tartomány pedig kardiovaszkuláris részt hoz létre, kardiovaszkuláris edzést hoz létre, és ez a nem mindegy, hogy
akkor, amikor aerob edzés, akkor, amikor zsírt akarunk veszíteni, akkor sokkal fontosabb azt megnéznünk, hogy milyen olyan mozgást tudunk alkalmazni, milyen olyan mozgást alkalmazunk, ami alapján nekünk igazából egy hosszantartó, akár hosszan bírható edzést tudunk létrehozni, nem megemelkedett pulzussal, nem megemelkedett oxigén hiánnyal, nem megemelkedett igénybevétellel, mert ez azért más. Abban a pillanatban, hogyha egy, mondjuk azt, hogy ablakos rendszerré húzzuk ezt az egészet, és azt mondjuk, hogy naponta 1-2 órát kardiozunk, és egész nap ülünk, vezetünk, mint ahogy én is csinálom, akkor sajnos ezt a részét, mondjuk azt, hogy csinálsz egy aerob edzést, viszont az aerob edzés alatt mondjuk megcsinálsz 10 000 lépést, ott viszont olyan problémák jöhetnek, és olyan problémák jönnek a számításba, hogy a regenerációs időtartamod, a regenerációs szükségleted és a regenerációra fordított energiád, az már akár az edzésedet is rombolhatja lefele, nem tudsz akkor a súlyt használni, a regenerációból adódó problémáid, szervezetednek a kimerülése, és ez a legfontosabb része talán, a szervezetedből adódó kimerülésnél a saját súlyzós edzésedet nem fogod tudni megtartani. És talán ez egy olyan része a dolognak, mert hogy ugyebár nekünk az is lényegünk, hogy minél több izom maradjon meg rajtunk. Minél több izom pedig csak akkor marad meg rajtunk, hogyha minél nagyobb súlyt használunk az edzéseink során, mert ugyebár azt tudjuk, és ezt már beszéltem róla, vagy erről már beszéltem veletek, hogy ahhoz, hogy az izom igazából tudjon működni, ahhoz összehúzódni és elernyedni tud. Neked a combod, nekem a combom, XY-nak a bicepsze összehúzódni, elernyedni tud. Ez az izomnak a feladata. Viszont ahhoz, hogy alkalmazkodjon, ahhoz ellenállást kell létrehozni, adott esetben minél nagyobb ellenállást hozunk létre, minél nagyobb súlyt használunk, annál nagyobb lesz az alkalmazkodása, annál nagyobb keresztmetszetű izmot fog létrehozni. És nekünk ez nyilván megfelelő kajával. És nekünk ez a része az, amelyik legfontosabb. Talán elsőre ennyit, mert már 8 percnél vagyok, szóval elsőre ennyit, ezt folytatom még tovább. Úgyhogy tartsatok majd velem a következő adásra is, most pedig én elmegyek edzeni, lássuk milyen edzésem lesz. Láb! Gyertek el! Would've thought I worked for Wall Street. Lately I've been seeing red. Tick tock, time is falling. Silence, do roll, mileage. Take off, pilot. Money from blast off, get ready for blast off. Take off, pilot. Go, go, go. Take off, pilot. Get out the box, well, don't get out your word. What you heard? You lit on the first, but you're dead by the third. Getting burned. Off of the dollar, might run out of gas now. You gone. Way back in school, you were known as the class clown. You're wrong. Why you tryna pull it back now? Why you tryna move fast now? You ain't even all that now. I can hear it in your raps now. Posted proper politicking. Getting back to bigger business. I got cheese, let it spinach. I've been running up the digits. Still live simply. 990s on my feet. Who's that? What's that? Who's he? Neighborhood on the scene. Neighborhood on the scene. Yo. Tick-tock, time is falling. Silence, do roll, mileage. Take off, pilot. Money from blast off, get ready for blast off. Take off, pilot. Go, go, go. Take off, pilot. Mai edzés letudva. Hát ez egy kemény láb volt. De menjünk egy kicsit vissza arra, amiről beszéltem annó, hogy egyéni célok, egyénileg kell mindenkihez hozzáállni, egyénileg kell az embereknek a diétáját összeállítani. Szerintem ugyanezt kell az edzésben is leprodukálni mindenkinek. Hiába van progresszió, hiába van bármilyen hasonló elvünk. Nekem ugyebár, ahogy említettem, progresszió az elvem. De gyakorlatilag progressziónak hívjuk ezt is, amit most csináltam.
Ahogy láthattátok, múlt héten nem tudtam végigcsinálni az edzést, olyan görcsölés volt a közelítőm és a hajlítomba, ma pedig szépen végigmentem, sőt, alig volt olyan gyakorlatom, ami nem lett volna jobb, mint a múlt héten. Ezt úgy fogjátok látni, de már szerintem az előző részben is úgy láttátok, hogyha a zöld pipa, akkor az azt jelenti, hogy jobb volt, mint a két héttel ezelőtti, hogyha a piros X, akkor nem volt jobb, mint a két héttel ezelőtti, és hogyha a kék oké, akkor az azt jelenti, hogy ugyanazt le tudtam produkálni. Így összességében látom az edzésnél azt, hogy mik történtek, összességében látom azt, hogy akár a bemelegítő súlyokat is tudtam emelni, és összességében látom azt, hogy a teljes munkasorozatot tudtam emelni. Igazából szerintem ez egy olyan kis visszaigazolás saját magunknak, ami egyből láttatja azt, hogy merre fele megy az edzésünk. Szerintem bárki, hogyha akarjátok, akkor tudjátok ti is használni, bárki használhatja, mert így, hogyha ránézel az edzésedre, akkor egyből látod azt, hogy mondjuk a múlt héten mit tudtál lehozni, mit tudtál javítani, mit nem tudtál javítani. Fontos az, hogy lássuk azt, hogyha haladunk az edzésünkbe, akkor tudtunk-e 2-3, esetleg 4 olyan hetet csinálni, amikor mindenből egy pindurkányit? Kicsi én, nem kész enni. Egy kicsit sem. Egy húsa zsemlét sem. Egy bolha fasznyit, de tudtunk javítani, és ez a fontos igazából, már ezt is progressziónak hívjuk. Nekem a mai célom az volt, hogy végig tudjam csinálni egyáltalán az edzést, és amennyire jól sikerült idézőjebe, amennyire tudtam javítani, szinte mindenből, így nem csak végig tudtam csinálni az edzést, hanem természetesen javítani is tudtam. Úgyhogy egy szép nap, én elmegyek haza meghalni, most egy gyors kaja, 2,5 hete annyit még így előjáróban, 2,5 hete diétázom, az alatt 0-0 félrekajálásom volt. Hát igazából szerintem ez a hét volt az, amikor nyám-nyám-nyám, ham-ham-ham, rákcsa. Ez most a ebéd, vagy ez csak ilyen uzsonna-szerű? Ez ilyen uzsonna, mert mindig eszek egy chipset. Minden nap? Persze. Egy nap hányszor eszel chipset? 5-6-szor, de akkor zajon hogy számra. Valahogy ezt minden másodpercben éreztem, de majd ezen egyszer túlesek, és akkor hajrá. Nem igazán arra kell gondolni, hogy mit eszek, vagy hogy mit akarok enni, mert kurva jó kajákat eszek így is. De ez holnap. Belemegyünk. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Ne feledjétek el, hogyha szeretnétek rendelni vitaminokat az Inzinótól, akkor itt egy 30%-os kód a videó alatt, és ne feledjétek, hogyha bármi kérdésetek van, nyugodtan tegyétek föl itt a hozzászólásokban. Megpróbálok mindenkinek válaszolni, megpróbálom az egész sorozatban, hogyha valakinek kell segítség, akkor nyugodtan, az elérhetőségeim lent vannak. És persze, mint minden részben, egyetlen dolgot ne feledj, dicsőség és mondi. Sziasztok!